Azonoka vagy nyugaton. Második rész. Magyar hangok. Kubik Anna, Szénási Kata, Csernák János, Rubol Dödön, Soproni Ági, Nárai Erika, Kautsky Armand, Selmeci Roland, Prókai Anna Mária, Galbenisz Tomasz, Kárpáti Tibor, Horkai János, Makai Andrea, Csúlya Imre, Paciga Mónika, Roatis Andrea, Mikula Sándor, Bálint Sugárka. Fényképezte Thomas Neuwirth. Tildi! Sarah! Sarah! Semmi bajom. Tildi! Látod, kellett volna meghalni.
szerkesztette Karen Art. Gunterheltnek látszó Georgia. Csak elgondolkodtam. Úgy érzem, valami rosszat akarsz mondani magadról. Mindenről, Peter. Ó, mindent tudok. Hallottam. Mit hallottál? Hát a kesztyűdről van szó, nem? Hogy nem igazi kesztyű, csak részben. Mondhatni csak negyed részben igazi. Azért szeretem annyira, mert különleges. Hát tudtad? Hogy tudtad meg? És nem baj? Annyira féltem. Én is aggódtam, de nem emiatt. Úgy tervezem, hogy hajnalban elhagyom Francisville-t. És hogyha a helyzet úgy alakul, mármint köztünk, akkor nem mennék egyedül. Hová mész? Texasba. A dolgok nem állnak olyan rosszul, mint mondják, Georgia. El tudom képzelni, hogy új életet kezdünk ott, és orvosra mindig szükség lehet. Valami baj van? Elveszel feleségül. Igen. Igen, elveszlek. Van táviró, küldhetsz nekem üzenetet minden nap. Gyapotültetvény is van. Minden indulásra készen áll, Woodstocktól. Reméljük, jó utunk lesz. Georgia, kedves kislányom. Tartsd meg a titkunkat. Bárcsak ti is velem jöhetnétek. Nagyon fogtok hiányozni. Gyógya! Miért vagy ilyen mosolygós? Sokkal jobb az életünk, amióta itt vagyunk, Márta. Készen áll az új életre, Woods asszony? Végre Texasba mehetek, Woods doktor. Ennél jobb nem is lehet. Azt mondta, hogy a világon kétféle ember létezik. Úr és rabszolga. És a kettő között a különbség a föld. Azt mondta, ha elveszíted a földet, elveszíted a szabadságodat. De ha vigyázol a földre, az megállálja. De nem gondoltam bele, hogy milyen lesz a valóságban. Mit tudok én arról, hogy kell gazdálkodni? Félsz, hogy a texasiak nem vesznek szívesen egy tukabacsi királynőt? Ez is megfordult a fejemben. Csak kiegyeztek a telepesekkel. Kiadják a női foglyokat. Matti életben van! Sugar!
komancsok nem adták ki az összes foglyot, ahogy ígérték. Ezért a főnökeiket fogva tartották, amíg a mieinket szabadon nem engedik. De ez nagyon felbőszítette őket. Az egyik lovas lőni kezdett. Végül 8-an meghaltak a főnökök között. Doktor? Maga Metté édesapja? Nem. A szülei meghaltak, de vannak rokonai keleten. Eljönnek érte és magukkal viszik. Isten bocsássa meg. Jobb lenne neki a halál. Ha megérkezik keletre, azonnal kórházba kell vinni. De nem hiszem, hogy meg tudják gyógyítani az égési sérüléseit. Nagyon súlyos az állapota. Matti! Én vagyok az Femi. Átgázoltunk a prérin. Olyan volt, mintha hajóztunk volna a hullámzóval a tengeren. Madarak cikáztak a levegőbe, a könnyű fehér felhők között. Olyan csodálatos volt. Olyan csodálatos volt. Szoktam, hogy velem vagy. Én is. Megkértek, hogy legyek bíró. Jártam a környéket. De nem hiszem, hogy elvállalom. De biztos, hogy elvállalod. Hol késik már? Van valami? Nem látok senkit. Lehet, hogy elhúzódik a tárgyalás. Ilyen hőségben? Kétlem. Sarah, inkább el kéne mennünk, nem itt várakozni. Ez Bartlett lova! Bokája feldagadt. Kigyómarás. Bartlett! Bartlett! Úristen,
rosszul elképzeltem már. A komancsok nyilaival. De nem így. Uram, adj lelkének örök nyugalmat. Ámen. Soha senki nem vehette őt rá olyasmire, amit nem akart. Texasnál csak téged szeretett jobban, és ezt te is tudod. Akkor miért nincs velem? Hogyan tudod itt hagyni? Nem akarok ebbe az iskolába menni, Sarah. Te meg tudsz tanítani mindenre, ami nekem kell. Inkább itt maradnék veled. Én már mindent átadtam neked, amit tudok. Különben is egyedül akarok lenni. És mi lesz Tildivel és Joellel? Ők elmennek meg Kaloékhoz. Femi, menj el az iskolába. Szágin egyáltalán nincs is olyan messze. Foglalkozz egy kicsit az élettel a halál helyett. Jó, de ki fog neked segíteni? Most nem tudsz nekem segíteni. És én se tudok neked. Nem lehet ezt megérteni? De nem állok az utadba. Nem maradhatsz itt, nem érted? Ülj már fel a lóra és menj! Elmegyek az iskolába. De ha rossz lesz, akkor visszajövök. Nem haragszom, hogy megpofosztál, Sarah. Nem tudom, mondtam-e már, de nem bántam meg, hogy eljöttem Texasba. Viszlát, Sarah. Igen, ez az. Na hát, milyen kedves kisváros. Ott van a templom. Mióta élek, nem láttam még ilyen gyönyörűt. Már is otthon érzem magam. Peter, Peter, ez csodálatos. Már is jön valami vendég. Maga húz, doktor? Igen. Úgy tűnik, kitört a kolera járvány. Már 9 holttestet elégettek. A segítségére lenne szükség. De hát épp csak, hogy megérkeztem. A betegek nem tudnak várni. És nagy hiány van nálunk képzett orvosokban. Most tényleg el kell mennem. Kedvesen, visszajövök, amint tudok. De hát... Anton, hozd az orvosi... Nem hívnám, doktor, ha nem lenne súlyos a helyzet. Ki kell csomagolni mindent és berendezkedni, érted? Ne aggódjon, doktor. Gyorsan felállítjuk a sátrakat. Georgia, ne aggódj. Visszajövök. Gia! Peter! Várj! Én mit csináljak addig itt? Peter! Peter! Nyugalom, mindjárt vége! Ne kiabályozz, nem jó! Inkább erősen nyomja! Mindjárt megszűr! Adjatok forró vizet! Most nyomjál, nagyon erősen! Nyomjál! Nyomjál! Nelly! Nelly! Nelly!
kedvesem. Végre itthon vagy. Gyűlölöm a gyapott szedést. Nem bírom tovább. Óriási hiba volt Texasba jönni. Úgy élünk, mint a cigányok. Vissza akarok menni Francisville-be. Nem. Hogy nem? Úgyhogy nem, Georgia. Itt maradunk. Nem, Peter. Én nem akarok. 25 éves koromra megöregszem. És 30 éves koromban meghalok. Én haza akarok menni. Nekünk már ez az otthonunk. Itt fogunk családot alapítani. Én nem akarok gyereket. De én igen, Georgia. Az nem érdekel, hogy belehalhatok. Szeretem veled a szerelmet, Peter. De a boldogságért miért kell annyi fájdalommal fizetni? Miért kell belehalni? Sajnálom, hogy meghalt előtted az a nő. Én pedig örülök, hogy láttam. Egész életemben más se hallottam az asszonyuktól, mint azt, milyen csodálatos dolog a szülés. De ez nem igaz, Peter, mert a szülés egy véres borzalom, amibe bele lehet halni. A szülés az Isten kegyetlen játéka a nőkkel. Az Isten egy gonosz lény, aki úgy látszik hibákat is elkerül. Georgia! Nem tűröm az Isten káromlást ebben a házban. Még tőled sem tűröm. Tényleg ilyen önző vagy? Van fogalmad arról, hogy hány gyereket láttam itt meghalni az elmúlt két hétben? Az élet nem csak úgy megadatik nekünk, Georgia, meg kell szenvedni érte. És én úgy érzem, hogy te vagy az, aki hibát követel. Az én családomban nem szokás megfutamodni. A gyapotot nem lehet itt hagyni. Drágám, más állapotban vagy. Most ez az egyetlen, ami igazán aggaszt. Én nem aggódom egy cseppet sem, mert a férjem a legjobb orvos Texasban. Vannak dolgok, amiket egy orvos se tud megoldani. Az én orvosom mindent tud. Georgia, ez nem játék! A kolera gyógyíthatatlan betegség. A beteg szó szerint kiszárad és meghal. De ha elveszítjük a földünket, akkor is meghalunk. Nem kapunk még egy 400 akrés földet ezért a pénzért. Peter, várjuk meg az aratást. Aztán beszélhetünk a költözésről, ha még mindig el kell hagyjuk ezt a helyet. Kedves Sarah, már hónapok óta nem hallok felőled. Próbálom elhitetni magammal, hogy biztos jól vagy.
Rájöttem, hogy a történelem milyen igazságtalan. Sam Houstonra mindig emlékezni fognak, mint győztes harcosra. De senki nem fogja tudni, hogy Sarah Ashby McClure eközben 2000 nőt menekített ki a biztos halálból, és neki köszönheti a nagy tábornok, hogy volt ideje újjászervezni a seregét. A tanárom azt mondja, ennek oka az, hogy a történelmet férfiak írják. Ezért én elhatároztam, hogy én magam írok egy történelemkönyvet. Abban te biztos benne leszel. Igazad volt, az iskolát tényleg megszerettem. Remélem, nem érzed magad egyedül az elhagyott házban. Tudom, milyen szomorú lehetsz. De Bartlett haragudna rád, ha feladnád. Szükségem van rád, Sarah. Te szárnyakat adsz a lovaknak is. Szerető húgod, Femi. Bartlett, a gyászidő letelt. Tudom, hogy mindig emlékezni fogok rád, ha egy texasi harcos ellovagol erre. Eszembe fog jutni minden hazatérésed, és hogy mennyire szerettelek. Még megvannak a szonettjei. De nehéz a szívem, ha ritka percekre gondolok, mikor itt voltál. De a földet meg kell művelni, és a zsalúhoz is új sarokvas kell. Egyszer majd én is utánad megyek, Bartlett. És emlékszünk a régi szép időkre. Én... büszke vagyok, hogy egy derék texasi harcos felesége lehettem. Soha többé, Sarah. Ó, attól nem kell félni. És mi ez itt? Hát, a Peach Creek fogadó. Ez a kocsi a mi házunkba hozott vendégeket. Ez Peach Femi. Rendes bevételt hoz. Nem akarom elhinni, hogy azokat a bevándorlókat szolgálod ki, akik vadul lerombolták Texas-t. Valamikor mi is bevándorlók voltunk. Sose hittem volna, hogy egy nyomorék kocsmáros leszek. Háromlábú macska ugyanúgy tud ugrani, mint egy négylábú. Ne sajnáld magad annyira. Igazad van. Georgia! Nem ismersz meg? Femi vagyok. Uramisten, tényleg te vagy? Honnan tudtad, hogy Texasban vagyok? Úgy rémlett, hogy téged láttalak a városban, úgyhogy érdeklődni kezdtem. Nagyon jól nézel ki. Én is meg akartalak keresni, Femi, csak hát itt ez a nagy föld, és ráadásul terhes vagyok. Az első gyermekemet várom. Márta, nézd, itt van a barátnőm, Femi. Jó napot, kisasszony. Márta Benny is terhes. Hihetetlen, hogy itt vagy. Ne is nézd rám, úgy nézek ki, hogy én nem szoktam ilyesmit csinálni. Csak minden rabszolgám kint van a földeken, és... Gyere, nem akarsz bejönni? Írtam neked egy levelet az utunkról, ami csupa szörnyűség volt. Megkaptad? Nem. El tudod képzelni, sátorban laktunk, mint a beduinok. Meleg időben forróság volt, a hidegben meg lehetett fagyni. A magánélet csupán vágyálom volt. Ha a gyapotot eladjuk, Ettom épít nekünk egy nagyon szép házat. Ki ez az Ettom? Hogy ő ki? Ő az én segítségem. Együtt vezetjük az ültetvényt, nélküle meg sem tudnék mozdulni. A férjem Peter orvos, és sokat van távol.
Persze néha itthon is van. Azért te is mondhatnál valamit, Femi. Ne haragudj, én csak... én... Emlékszem azokra a hosszú nyarakra veled. Ezek a legszebb emlékeim. A folyóparton, tudod? Hány ebbi halat is fogtunk ki? 18-at. Sütöttem egy tortát. Köszönöm. Úgy érzem, mi külön utakon járunk, Georgia. Nem hibáztatlak érte, hogy rabszolgákat tartasz, de én nem értek egyet vele. Nem tudok egyet érteni. Nem is várom el tőled. A barátaim közt is van, aki nem ért egyet. Csodálom a toleranciájukat, de belőlem ez hiányzik. Bocsáss meg, George. Nem akartalak zavarni. Mi? Juvemia! Csak nem akarsz elmenni. Jó estét, Georgia. Remélem, ez a tavalyi gyapot kitart az aratásig. Nélküled nem mennék semmire, Etton. Kedves, hogy ezt mondja. Tudja, volt nekem egy bátyám, mielőtt az uramhoz kerültem. Ő tanított meg a géppel bánni. Az ő gazdája nagyon kegyetlen volt. Egyszer a bátyám véletlenül meglökte a feleségét, véletlen volt, de az úr elfogadta, megkötöztette, és megparancsolta, hogy verjék agyon. Maga olyan jó hozzám, Miss Georgia. Tiszta munkát végeztet velem. Ha már az ember rabszolga, hát ez a legjobb hely a világon. Én soha nem adlak el. Köszönöm, Miss Georgia. Pedig megtehetné. Rabszolgákat tart, Sarah. Ez ellentmond az erkölcsnek és a civilizáció követelményeinek. Fáj a szíved érte? Nem számít. De számít. A szeretet számít. Minden, ami emberi, az számít. Születed lesz a mi leggazdagabb aratásunk. Igen, lányom. Köszönöm, Miss Georgia. A kis Mabel nevében is köszönöm, hogy vigyáztak az anyukájára. Vigyázz magadra. Te is, szívem. Visszajövök. És vigyázz az ültetvényünkre is. Igen, asszonyom. Természetesen. Jó munkát, barátom.
nem foglak megérteni. Még nem láttam olyan fehér embert, aki az egész gyapott szüretet egy rabszolgára bízta volna. Chase that rabbit, chase that squirrel, chase Miss Beanie around the world. Texas! Now chase that possum, chase that fox, chase old William out his socks. Swing those corners side by side, swing them around, swing them wide. Put down around home, star say, fiddler's call, let's celebrate. Pop that leaf on a ball of yarn, run it up tight, you'll do no harm. Let's go! Sun and toad in the Alamo, so Texas plains are pleasant and toad. Waters all ago and keep on dancing to and fro. Come on now, I've got a brand new state. But it's time to celebrate. Now swing your honey and don't be late. Gyere, Femi, gyere vele! Követlek! Nagy lemaradásunk van, be kell hozni! A komancsok bátor kislánynak neveztek. Tudod, hogy én miket meséltem nekik rólad? Kár, hogy nem láttad, ahogy táncoltak. Tényleg emlékszel a táncra a házavatón? Azt nem lehet elfelejteni. Leginkább a mosolyodra emlékszem. Elmondtad a komancsoknak, hogy fogadásból táncoltál velem? Azt nem mondtam el. Mondanék még valamit, amit nem mondtam eddig senkinek. Szerintem te vagy a Föld legkedvesebb teremtése. Ez így igaz, ahogy hallod. Szerinted kedves vagyok? Lovakat akarok tenyészteni. Az enyémek lesznek a legszebb lovak Texasban. Ahhoz előbb még kell néhány dolog. Egy birtok, jó nagy legelő, és jó tenyészállatok. És kell, hogy legyen melletted egy férfi. Nem értem, miért ne tenyészthetnék lovakat egymagam. Nem kellenek hozzá rabszolgák, se más férfi. Különben birtokom már van. A saját nevemem. Az jó. Valaki nagyon boldog lehet veled. Szép birtok, gyönyörű lovak, kedves kislány. Mi kell még egy férfinak? Kár, hogy nem akarok férjhez menni. Tragédia, a férfiakra nézve. Jó. Mi a baj? Nagyon forró. Na. Nézzük csak. Jól van. A gyapott földeken van. Georgia! Georgia!
Pusztuljon el a csapat is! Pusztuljon el a csapat is! Gyertek gyorsabban! Már nincs messze! Mindjárt utol vagyunk! Kicsikém, megjött a papa! Látom, visszajöttél hozzánk. Igen, Miss Georgia. Hoztál valamit a kocsiban nekem? Igen. Igen. Igen! Igen! 4533 dollárt és 32 centet! Itt van! Nagyon örülök. Új földet akarok venni. És akarom, hogy minden családnak új háza legyen és egy iroda. A főépületben, aminek nagy ablakai mind a gyapott földekre néznek. Ebben az évben 1000 akrét vetünk. Igen, igen. Így lesz. Levegő, lélegelj, Én lélegzem! Más se csinálok, csak lélegzem, de nem tudok jobban! Ne kiabálj, hanem sohajts! Ezt a kerítést meg kell vizsgálni. Tudom. És kell egy istálló. Új kerítés a legelőköré, csak nincs hozzá emberünk. Az én birtokomon nem fognak rabszolgák dolgozni, William. Nem én találtam fel a rabszolgatartást. Nem érzed, hogy az milyen erkölcstelen? Tildi is rabszolga, nem? Nem. Ő a családhoz tartozik. A család rabszolgája. Neked előbb volt rabszolgád, mint nekem. Afrikai benszülöttek születésüktől fogva elszoktak a szabadságtól. Ne nehezítse meg a helyzetét szeretett szolgájának. Épp azért, mert szeretem őt, fel szeretném szabadítani, Mr. Walker. Szereti a férjét, hölgyem? Nem értem a kérdést. William King köztiszteletben álló gazda. Ha felszabadítja Tildit, az emberek azt fogják róla hinni, hogy a felszabadító mozgalmak híve. És megvetik majd Tildi érte. Tildi az én rabszolgám, nem az övé. De maga az ő felesége, így maga nem független tőle, Mrs. King. Ezt nem is kell mondanom. Már nem kell mondani a semmit. Majd máshoz fordulok a problémámmal. Magához képest, Mr. Walker. Egy gúnár egyetemi tanár. Kényszerítenek, hogy rabszolgát tartsak. Ennek a harcnak nincs értelme, Femi. Nem vethetsz véget a rabszolgaságnak. De valamit kell csinálni. Nyerd meg a texasi nők szavazatát, amiről mindig is beszéltél. Aki véget akar vetni a rabszolgaságnak, az járja végig az utat. Változtasd meg a törvényeket, az emberek gondolkodásmódját. A nők csak azt várják, hogy hallathassák a hangjukat. Én nem vagyok vezéregyéniség. Hát ezt meg kimondta. Georgia! Micsoda meglepetés! Nagyon jól nézel ki. De bocsáss meg, ő a nővérem, Sarah. Örülök, hogy végre megismertelek. Én is nagyon örülök, Georgia. Már sokat hallottam rólad. Még mindig Szági mellett laksz? Nem, építettünk egy új házat San Marcostól éjszakra. Akkor... Azért jöttünk ide, hogy meghallgassuk Sam Houston kampánybeszédét. Nincs kedved velünk tartani? Sam Houston? Nem, köszönöm. Szerintem a tábornok nem sok érdekeset mondhat. Félek, hogy a sok ital elvette az eszét. Tényleg? Komolyan ez a véleményed? Szerintem neki nincs sok köze Texas jövőjéhez. Nem tud mit kezdeni a fanatikus kormányhű csoportokkal, akik a helyébe akarnak lépni.
Ha jól értem, rám célzol. És mindazokra, akik úgy érzik, hogy a legnagyobb veszélyt Texasra nézve a gyapott hiénák jelentik. Mint maga Mrs. Woods. Texas valamivel több, mint a vad természet, Mrs. King. És a gyapot fogja gazdaggá tenni. Persze a rabszolgák verítéke árán. Hány rabszolgája is van, 50? A példaképének Houstonnak, a nagyhősnek van 50 rabszolgája. Akármilyen demagóg is, azt azért tudnia kell, hogy a rabszolgaság nem morális, hanem gazdasági kérdés. Amit ő pontosan tud, az az, hogy Amerika egy unió, és a rabszolgaság szét akarja tördelni. Nem lehet elvenni az emberektől alapvető jogaikat. És az indiánok? Ők még inkább amerikaiak, mint a fehérek vagy a feketék. Mégse látni belőlük a városban. Ti büszkék vagytok rá, hogy leigáztátok őket. Miután elvettétek a földjüket, mi van az ő alapvető jogaikkal? Már kezd nyűgös lenni. Inkább fogja meg, Miss Fanny. Nem is mondtad, hogy rabszolgát tartasz. Na hát, milyen kellemetlen, hogy kiderült. Hé, sárral dobáloztak a folyóparton. Ezek nem is gyerekek, hanem vadállatkák. Farkas kölyköket szült Miss Georgia. Ezek a te gyerekeid? Ismered a mondást, hogy az alma nem esik messze a fájától? Most elbúcsúzom, Mrs. Woods. Vigyázz a rabszolgádra, Femi. Te meg az elveidre, Georgia. A fenébe is! Megint háború. Reméljük, visszajössz, Joe. Szeretlek, mama. Persze, drágám. Megígérem. Hé! Gyá! Gyertek, mozgás! Gyá! Jack! Vigyázz a mamára! Sokkal könnyebb volt harcolni. Akkor legalább tudták, hová kell lőni. Nem érzem túl jól magam, George, de szeretnék segíteni. Örülök, hogy eljöttél. Bemutatlak a többieknek. Szervusz. Szervusz, Georgia. A jenkik erősebbek, mint egyesek gondolnák. Nagy gyáraik vannak. Jesse, az igazság a mi oldalunkon áll. A jó Isten nem fogja megengedni, hogy elveszítsük a háborút. Annyit hallottam már, hogy ez igazságos háború. Az én férjem orvos. Arra esküdött fel, hogy életeket mentsen, akkor most miért kell életeket kioltani? A jenkik véget akarnak vetni a rabszolgaságnak. Meg akarják változtatni az életünket. Ezt nem hagyhatjuk. Én vállalom a teljes felelősséget a rabszolgáimért. Ez elég ok a jenkiknek, hogy megöljenek. Nem akarnak ők megölni téged, Georgia. Nem olyan bátrak ők. Háború a változásért folyik, mert a dél nem változott elég gyorsan, és elég nagy mértékben. És én mit tehetek ezért? Még most sem késő. Fizethetsz rendes bért a rabszolgáidnak, sőt, még taníttathatod is őket. A délnek nincs szüksége rabszolgákra, hogy fejlődjön, ez csak önző önigazolás. Én nem tekintem az embereimet gyerekeknek. De nem tekinted őket egyenrangú feleknek. Olvasd Frederick Douglass-t, ő is rabszolga volt, s milyen nagyszerű ember. Ezek a golyók jenkéket fog. Behatolnak a szívükbe, és szétlocsantják az agyvelejüket. És éjszakon is vannak nők, akik ugyanazt csinálják, amit mi. Ők is golyókat öntenek, hogy megöljék a mi férjünket, a mi fiainkat, a mi barátainkat. Mi értelme ennek az egésznek? Tudod, Georgia, az én fiam is harcol a háborúban. És tiszta szívemből kívánom, hogy meg tudja védeni magát, de ehhez lőszerre van szüksége.
Hát számomra ez az értelme ennek az egésznek. Szeretem Georgiát. És neked szükséged van rá. Micsoda? A háborúthoz. Nem ehhez, ahhoz, ami jön. A szavazáshoz. Georgiára aztán semmi szükségem nincs. Ne legyél ilyen ellenséges, Femi. Georgia nagyon jó szónok. Tud hatni a közönségére. Az emberek hallgatnak rá. De te rád is hallgatnak, Sara. Nem. Engem hagyj ki. Először életemben elégedettnek érzem magam. Megnyugodtam. Mostanáig úgy éltem, hogy minden pillanatban ugrásra készen álltam. Most már rajtad a sor. Jó reggelt, Miss Eufemia. Most az irodájában van. Köszönöm, Márta. Georgia? Femi, micsoda meglepetés. Gyere be, ülj le. Gyönyörű az új házad. Hát így élünk, mint gyapott hiénák. Elhamarkodottan ítélkeztem feletted. Oh, nem tehetsz róla. Csak azt remélem, hogy nem történik meg velem minden rossz a világon. Elolvastam Frederick Douglass könyvét, nagyon tetszett. Hogy milyen szívósan küzdött a szabadságért, és megdöbbentett, hogy a vallásos rabszolgatartók a legkegyetlenebbek. De én nem úgy tartom az embereimet, ahogy ők. Nem is gondolom, hogy úgy tartod őket. Egyetértek azzal, amit az öntödében mondtál ennek a háborúnak az értelmetlenségéről. Az a szörnyű, hogy nincs erőnk, hogy megakadályozzuk. A nőknek is kell választójog. Úgy érzem, te el tudnád érni, hogy megkapjuk. Mit számít a választójog? Én a túlélésért harcolok. Én is ezt csináltam egész életemben. A mexikóiak kiüldöztek a házunkból bennünket. Fogságba ejtettek a komancsok. Megkínozták a legjobb barátnőmet, megégették az arcát. A férfiak harcba szálltak velük, de a legtöbben elvéreztek. A nők nem tudnak tenni semmit. A szavazati jog több, mint a puszta túlélés. Úgy érzem, hogy te meg tudod győzni az embereket. Csak hogy nem vagyok érdekelve benne. Reméltem, hogy baráti szándékkal jöttél. De a politika fontosabb neked nálam. És sajnálom, hogy így bántak veled ezek a vadember indiánok. Nagyon várom, hogy megtudjak rólad valamit, William. Reszketve várom a postást, de mindig félek, hogy rossz hírt hoz. Szegény legkitűnőbb emberei pusztulnak el a háborúban. Sara! Valaki jön! Sebesült a Shelbyville-i csatában. Hazahoztuk. Hazajöttem, mama. Jól van. Jól van. Meghalt.
Mondj valamit, kérlek. Mit mondjak? Nem is tudom, mit érzek. Úgy hozzászoktam a gyászhoz. Mintha még mindig hallanám a hangját. És Bartlettét is. Nem hiszem, hogy az életünket a szeretteink alakítják. Csak az irántuk érzett érzelmeink. És a haláluk ezt nem ragadhatja el. Mert az velünk marad. Örökre. Két évvel ezelőtt Lincoln elnök kiadta az egyenjogúsági nyilatkozatot, mellyel felszabadították a déli rabszolgákat. Most, hogy a háború véget ért, 1865. június 19-én a törvény életbe lépett, ha el akartok menni. Köszönöm, hogy gondot viseltetek a családomra ennyi éven át. Áldjon meg az Isten benneteket. Szabadok vagytok. Márta és én megbeszéltük ezt a dolgot, amit a szabadságról mondott Miss Georgia. Az az érzésem, hogy a fehérek még jobban fognak gyűlölni minket, ha szabadok leszünk, mint eddig, amíg rabszolgák voltunk. A legtöbben nem tudnak közülünk írni, olvasni. Azt sem tudják, hol születtek, hány évesek. Nem értenek semmihez, csak a gyapot szedéshez. Úgyhogy én nem tudom, mi az ördögöt tudnak kezdeni a szabadsággal. Én nem tudom, hogy hogy kezdődött a rabszolgaság, de annyit tudok, hogy még nincs vége. Biztos vagyok benne, hogy Mártával megtaláljátok a helyeteket. Itt akarunk maradni, Miss Georgia. Igen. Miért? Mi egy család vagyunk. Úgy szeretjük magát, Miss Georgia. Maga olyan jó lelkű teremtés. Én is szeretlek benneteket. Cseroki, megjött a papa! Peter! De akarom. Szeretlek, Peter. Kérlek, mesélj. Úgy hiányzott a hangod. Főztem egy teát, papa. Ó, de kedves. Köszönöm. Jó, jó, így köszönöm, jó. Nem vagyok olyan ügyes, mint voltam, de nem hallok szomjan. De nem végezhetsz gyógyító munkát többé. Dehogy is nem végezhetek. Tudok segíteni az embereken, és ez így van rendjén. Neked ez elég? Gyűlölöm a jenkiket, hogy ezt tették veled, bár megölnék mindent! Ide kéne egy kis friss széna. William! Igen, drágám. Én
Mindenhonnan, az egész államból jönnek képviselők Austinba, hogy megszerkesszék Texas új alkotmányát. Engem is hívtak. És ha kész, bemutatjuk Washingtonba. Nem tudlak elképzelni politikusként. Meg kell őrizni a békét. Ne hagyj itt megint. Ez nagyon fontos ügy. A Yankee, Miss Georgia. Asszonyom, hol van a férje? Austinba ment. Ezt a házat kijelölték főhadiszállásul a San Marcos megszálló tisztek részére. Ki kell költözniük? Javasoljuk, hogy költözzenek a rabszolgaházakba. Azt hittem, vége a háborúnak. Ez a rekonstrukció. A Yankeek megbüntetnek, mert vesztettünk. Én most rögtön beköltözöm. A többiek holnap érkeznek. Yankeek? Mit keresnek ezek itt? Nem tudom, Cherokee. Jobb, ha visszaviszed ezt a vödröt. Ő itt marad velünk. Mehetsz. Pinky, semmi baj, menj. Itt biztonságban lesz. Garantálom. Elnézést. A déli levegő teszi. Én... egy bankot vezettem a háború kitörése előtt Pittsburghben, Pennsylvániában. 4 éve nem jártam otthon, nagyon hiányzik. Mondja, látott már havat? Nem. Csodálatos dolog. A hó még a csúnya dolgokat is megszépíti. Meghívhatom, kedves kisasszony, vacsorára a tisztársaimmal? A mamám nem engedne. Kislányom, gyere, el kell rejtőznünk. A feladatom az, hogy megvédjem magukat. Ezt teszem. Mi másért hagytam volna, hogy a lánya büntetlenül megúszza, hogy megtámadott minket? A lányom, ez nevetséges. Hisz még csak gyerek. Igen, a mama kicsi lánya. De mivel a háborúnak vége, ezt úgy tekintem, mint gyilkossági kísérletet. Ez súlyos büntény, súlyos következményekkel. Nagyon unatkozhat, százados, hogy ilyen meséket talál ki. Jó éjt. Lehet, hogy igaza van, Mrs. Woods. Inkább a másik lánya, a Cherokee érdekel. Beszélne vele az érdekemben? Haller, százados, ez aztán már mégiscsak sok. Ne mondjon semmi olyat, amit megbánhat Mrs. Woods. Az erdőben vadállatok rejtőznek. És én tartom a gyeplőt. Ez az a puska, amivel a lánya rám lőtt. Én Cherokee-t akarom. Ha megkapom őt, szavamat adom a másik lányának, nem esik bántódása. Akkor déli nők olyan csodálatos lények. Ne! Ne! Arra vagyok kíváncsi, vagy Cherokee is olyan élettel él, mint az anyja! Ne! Ne!
Mama. Menj vissza lefeküdni. Menj. Megkaptam a levelét. Hallás, százados? Ígérje meg, hogy nem bántja a húgomat. Kérem. Kérem, ígérje meg. A szavamat adom. Jöjjön velem. Miért vannak felnyergelve a lovak? Hoztam egy kis ennivalót. Nem tudtam, hogy a jenkik elvették a házatokat. Egy angyol vagy. Haller százados megtalálta a fegyvert és elhagyta a házunkat. Nem is értem. Ez szörnyű, Georgia. És aztán mi lett a századossal? Eltűnt. A jenkik három őrjárattal is kerestették, de semmi nyom. Hihetetlen. Úgy hiányoztál. Én is nagyon sokat gondoltam rád. Hogy áll a szavazati jog kérdése? Jól haladunk. Csak kérdeztem, Femi. Azt akarom, hogy barátnők legyünk. Barátnők is beszélhetnek politikáról, bár én meg lennék nélküle. Szóval, mondjad. Be akarjuk venni a nők szavazati jogát az új alkotmányba. Ez komolyan érdekel? Uh-huh. Aláírásokat kell gyűjtenünk, ez az egyetlen módszer. És ez eredményre vezet? Hogy őszinte legyek, egy békának több esélye van, hogy kutyát fogja, mint hogy a nők szavazati jogot kapjanak. De az az érzésem, hogy amit női ügyességgel, kedvességgel el lehet érni, arra te képes lennél. Be akarsz szervezni? Eszem ágában sincs. Azt nem így tenném. Lelőtted Haller századost? Nem. Én megtenném.
Miután elemzés alá vettük a női választójog kérdését. Ugyan? Egyértelműen kijelenthetjük, hogy ellene vagyunk. Igen. Igen! Nem mintha úgy gondolnánk, hogy a nők értéktelenebbek, mint a férfiak. Csupán csak azért, mert a velük született gyengeség elvonja őket a fárasztó választási kampányok zaján. Ha megadnánk a nőknek a szavazati jogot, az nemük elleni inzultus lenne. Mert azzal kimondatna, hogy olyan nőietlenek, hogy követelhetik maguknak ezt a jogot. S mivel mi tiszteljük a női bájt minden egyes igaz nőben, ezért úgy döntöttünk, hogy nem adjuk ki a kezünkből ezt a férfias előadást. A tisztelt szó a nők veleszületett gyengeségére hivatkozott. Nos, ha az úr a nőket valóban gyengének teremtette volna, na, akkor nem terhelte volna meg a szülés nagy... Hölgyem, hozzászólása nem helyén való, figyelmeztetem. Tisztelt uram, hiába úgysem tud elhallgattatni. De hogy mondhatod olyat, hogy mi visszahúzódunk a választások zajos és fárasztó napjaiban? Maguk férfiak azt hiszik, hogy a gyereknevelés nem elég fárasztó, vagy nem annyira fontos tevékenység. Magukat férfiakat ugyancsak nők, asszonyok nevelték és tanították. Hogy lehet az? Hölgyem, nem akarjuk tovább hallgatni. Hogy lehet az, hogy a fiam elég jó ahhoz, hogy szavazzon, de én nem? A maga ideálképe az igazi nőről teljesen hamis. Én nem akarok férfi lenni, örülök, hogy nő vagyok. De olyan nő, aki szavazza. Igen, igen, szavazni fogunk. Igen, szavazni fogunk. Igen, igen. Átkozott világ! Hát nem ér véget soha a gyűlölködés! Nem látszik soha, Georgia. A nők nem szavazhatnak. Az egyetlen jó ebben a nyomorult világban az, hogy te benne vagy, Femi. Mondtad már a gyerekeknek? Még nem. Majd esküvő után. Ez Haller százados nász ajándéka. Hoztam neked valamit. Tarantuláé volt. Egy komancs indiáné. Gyógyszer tartott benne, amivel meggyógyította Szára sebét. Az ő társai kínozták meg a barátnőmet. Gyűlöltem ezért. Úgy gondoltam, hogy minden indián vadember. De nem volt igaza. Legyen ez a tiéd. Nem méltó ajándék egy tukabacsi királynőnek. De én neked adom. Te tudod a titkomat. Mindig azt
annyira szeretlek, Georgia. Olyan szép vagy nekem most is, mint mikor először megláttam. Legyetek büszkék rá, hogy kik vagytok. Ki hitte volna, hogy így megszeretlek? Az Isten ránk mosolygott. Másképp nem történhetett volna. Eltörött az úton. És megcsináltad. Igen, meg. Lelőttem a századost. Tudom. Csalódtam volna benned, ha nem teszed meg. Hála az égnek, hogy ismertelek. Mindig szeretni foglak. Nehéz a járás. Odaadom a lovamat. Már is legendát csináltak belőlünk, Sarah. Pedig még nem is haltunk meg. De hányan meghaltak? Matti. A kis Johnny. Jenny, aki átvitt minket a Brazos folyón. Bartlett. Joel. Anyánk és apánk. Meg Georgia. Néha úgy tűnik, mintha nem is éltek volna.
Vajon az én gyerekeim is így fogják gondolni egy napon? Mind velünk vannak. Georgia odakint a gyapott földön számolja a békákat. Tarantula is ott lovagol valahol a fák közt. Bartlett üldözőbe veszi. Matty Lou Carter. Joel és az összes gyerekem pedig kacagba nézi. Tudod, egyáltalán nem érzem magam öregnek. Úgy érzem, van valami bennünk. Valami tűz, ami nem alszik ki. Még most öregkorunkra sem. Úgy nézünk a világra, mint legelőször. Tettünk egyáltalán valami, Sarah? Csak éltünk. Távol tartottuk az ördögöt a háztól. Ennyi elég is. Két vén texasi nőnek.